A rangadót megnyerte a magyar válogatott Szerbia ellen. Milyen volt kívülről a mérkőzés? Ott kezdeném, hogy ma érkeztem meg. Holnap már megyek is rövid látogatás volt, de hát azért az atmoszféra ez valami egészen átborzongató, csodálatos, fantasztikus. És most már a játékos az volt. Nem a legmagasabb jelzőkkel még, de mindenképpen biztatom. Azt gondolom, hogy beindult a magyar csapat, és ez nagyon jól jön így két nap van a negyedöntő előtt. Mit vársz a folytatástól, mit lehet remélni a csapattól? Azt gondolom, hogy itt az idő, és az a potenciál, ami benne van így külön-külön a játékosokban, és egyben a magyar csapatban, az most ma már megmutatta magát, és a negyeddöntő, aki megmutatja magát első részében, akkor rendben lesz a végén. Mi az, amit szeretnél látni a medencében? Miben kell esetleg még javítani a szakmai stábnak, meg a játékosoknak? Lehet mindenben javulni, de azért ne felejtsünk el egy dolgot. Egy valami fontos, hogy nyerjünk. Ahhoz nyilván kellenek az egyéni teljesítmények, a csapategység, jó védekezés is, és mindenki tegye hozzá, amit tudok arra használni. Látunk-e még majd az olimpián? Jössze még vissza majd? Nem, mert már a srácaim nagyon szépen tudnak úszni nélkülem is a Béverszében, de holnap este már egyet is tartok, és most itt van kell. Ha döntőt játszan a magyar válogatott? Hát egyrészt kirázott a hideg megint, másrészt azt gondolom, hogy ha a magyar válogatott döntőt játszik, testvérem életem utolsó mérkőzéséről van szó, akkor valahogy ide jutok. Belebeszéltél-e esetleg a itteni időre? Lesz a közös program még? Én meg visszajövök az olasz görögre, és sportprogramban már más tudom. Nagyon szépen köszönöm.